1988-ban mi egyből kapcsolatot építettünk ki, Fidesz, megalakult Fidesz, a Független Lengyel Diákszövetséggel. A Független Lengyel Diákszövetség egy akkor már erősen puhuló félben lévő Jaruzelszki diktatúrában egy legális diákszervezet volt, de valójában a Szolidaritásnak a fedőszerve volt, tehát tulajdonképpen a Szolidaritás diákszervezete volt. És 89-ben elhatároztuk, mint legnyakasabb, legbátrabb közép-európaiak, lengyelek, magyarok, hogy nagyon jó, küzdünk ők Lengyelországban a jaruzelszkiék ellen, mi itt a kádárék, meg a grószék, meg a fejtiék, meg a apróék, meg a biszkóék, mindenféle rettenetes alak ellen, és most napestig lehetne sorolni a remek baranyai elvtársakat is. De hát mostan azért már kéne valami közép-európai szolidaritás, és hogy megnyilvánuljon, úgyhogy csináljuk azt, hogy évek óta 89. augusztus 21-én, a 68-as csehszlovákiai bevonulás évfordulóján, amikor ugye a Varsói Szerződés csapatai eltiporták a prágai tavaszt, van nagy, 10 000-es ellenzéki demonstráció Prágában a Vencel téren, mi lengyel és magyar fiatalok menjünk el, és ott egy transzparenssel, beszéddel, micsoda naivitás, bezárva, kövessük meg a cseh és szlovák embereket, hogy itt a lengyel, meg a magyar néphadsereg csapatai is részesei voltak ennek a gyalázatnak, hogy csehek és szlovákot gyilkoltak meg, voltak halálos áldozatai. Táboron belül. Igen, az akkori szovjetek parancsára végrehajtott katonai bevonulásnak. A lengyelektől jobban féltek, hermetikusan lezárták a lengyel-csehszlovák határt, nem tudott egyetlen egy ember se átjönni. Nekünk a Lezsákéktól a Kőszegferijékig nagyobb ellenzéki tapasztalata bírók mondták, hogy semmiképpen nem menjünk autóval, mindannyiunkról tudják, hogy ki kicsoda. Azonnal a csehszlovák határon, ugye nehéz már ezt mondani, mert megszoktuk már Szlovákia, de hát akkor mi Csehszlovákia, a csehszlovák-magyar határon lekapcsolnak, minket menjünk vonattal. Mi linkek voltunk, elfejtettünk vonatjegyet venni. Mindenki, aki felszállt a vonatra, de mindenki, tehát 150 embert másfél napon keresztül akkurátusan leszettek a vonatról, ugye ennyit csak Lezsák Sanyi bácsi és Kőszeg Feri remek tanácsáról, az összes ismert és ismeretlen 45 vagy 18 éves magyar ellenzék, aki ment ki Prágába, hogy részt vegyen ezen a ismert ellenzéki demonstráción, mindenkit leszettek a vonatról, mi pedig négyen, a Fodornak volt egy kereklámpás zsigulia, egy 1300-as zsigulia, nagy dolog azért, az ember már nevelő tanára Bibóban, akkor erre telik. Fantasztikus, mert az érdi lejtőn hátszélbe egy 70-75-tel is tudott menni az autó. Tényleg egészen csodálatos, nem tudom én, csak nagyon ritkán volt az, hogy nem lehetett egyesbe rakni, és űrletet bőgő motorral, kettesben kellett elindulni a piros lámpánál. Tehát tényleg egy mámorítóan nagy élmény volt. A Párizs-Dakar rally semmi ahhoz képest, mint ezzel az autóval Budapestről elautózni Prágáig. De mi négyen beültünk a Fodortól kölcsönként a ladába, és a határon, mint ma, meg se állítottak minket. Eszükbe nem jutott, hogy bárki autóval akarna átmenni, hogy mondtuk is, hogy ezt a marhaságot, hát ez milyen egyszerű, most megyünk Prágába. Na, el is mentünk Prágába. Prágába, ma eszünkkel már, tehát milyen okos vagy mobilt, ilyen nincsen. Hát telefonfülke van, tehát keressél telefonfülkét, legyen csehszlovák apró pénzed, azt próbáld bedobni, próbálj hazatelefonálni, az Iker az ne telefonáljon, aztán el tud érni a nem tudom kicsodát, a barátaidat, ismerőseidet. Tehát nagyjából egy 6-8 óra alatt kiderült, hogy rajtunk kívül senki nem lesz Prágába, mert mindenkit lekapcsoltak a határon. Viszont voltak olyanok, fideszesek, akik, hát azért tudtunk élni akkor, nyár, augusztus, az NDK-ban nyaraltak. Nagy dolog ezért ez. Adriai tenger, NDK. És az NDK-ból át lehetett jönni, meg ki gondolta a csehszlovák határőrök, hogy az NDK-ból jönnek tüntetni a Vencel térre. De onnan jöttek, csak magyarok voltak. Tehát a NDK-ból érkezők, azok megérkeztek. Na aztán így kiderült, hogy 6-an, 8-an, 10-en vagyunk ott Prágában,
És akkor ott eszünkbe jutott, hogy jó, a terven nem változtatunk, ugyan nem vagyunk 180-an csak heten, na de hát végülis jól ismert magyar dolog, történetben ismerjük a nagy magyar csatákat, ennyi katonának kéne lenni, töredékesítsen, de azért belemegyünk a csatába, tehát rendben, hadsereg az nincsen, kis előörs van maximum, de megcsináljuk ugyanazt, tehát A. Fantasztikus beszédet fogunk írni, és elmondjuk a beszédet, és csinálunk egy transzparenst. No, a transzparens még egyszerű volt, mert bementünk a prágai Ápiszba, vásároltunk egy tekercs fehér tapétát, vásároltunk piros festéket, és aztán rövid tanakodás után azt szerintem tényleg zseniális szöveget írtuk föl, hogy mi nem tankkal, virággal jöttünk. Ja, mert az volt a mi elképesztően naív elképzelésünk, hogy ezt a transzparenst kibontva oda megyünk a Vencelt, aki volt, tudja, ugye a Hosszúkás tér a végén a Vencel szoborhoz, és lerakunk egy szál virágot. Hát a Vencel szobortól 80 méterre madár nem mehetett be, mert úgy volt lezárva áli felfegyverzett rendőrökkel, de ez se nagyon zavart minket. Transzparenst megírtuk, egészen fantasztikus volt az én farmer Jackim lazán a vállamra vetve, annak a hosszú ujjában volt, mert nekem volt egy olyan hosszú ujjam, hogy a tapéta csík az belefért oda, és így elrejtve mentünk be a Vencel térre. Na de beszéd is kell, és miután sikerült négyünknek két éjszakát eltöltenünk a Fodor ladájában, ami nem csak fantasztikusan gyors és jól halad, de mérhetetlenül kényelmes négyen aludni egy ladában. Tehát ha egyszer egy igazán jó szállást keresnek, valami gyűjtőtől kérjenek kölcsön egy ladát, én azt gondolom, én a második éjszakán 3-kor kiszálltam, és halkan pityeregni kezdtem az autó mellett, hogy ezt én nem élem túl, tehát meghal. Akkor is ugyanekkora voltam, összeguzsarodtam már, az összes testüregembe bement a sebváltó, ahogy ott próbáltam, szörnyű. És akkor kiderült, hogy mindegy, hogy kicsoda, ő ismer egy prágai ellenzékinek a nagymamáját, akihez el lehet menni aludni. Mondtuk, ez az, kész. Bármit. Egy jó alvásért, és akkor elmentünk, és kiderült, hogy akkor hogyan írjuk meg a beszédet, ez a lényeg. Megírtuk a beszédet magyarul. Magyar ember jó beszédet magyarul tud írni. Ezt a beszédet Lovasz Zoltán barátunk, aki azóta már nem a barátunk, sőt, nagyon komoly kritikusunk, de akkor még a barátunk volt, és jó pillanatában nem is tagadja le. Ő közepesen beszél németül, ezt a beszédet lefordította németre, prágai ellenzéki nagymamája, mert művelt prágai értelmiségi, meg remekül beszélt németül. Tehát németről lefordította csere. Úgyhogy nagyon klassz, mert a beszéd alig volt egy 3/4 oldal, de 16 órába telt, mire ez megvolt, mert ebből kellett 8 óra a Lózolinak, hogy magyarról németre, és egy másik 8 óra, hogy németről csere. A nagyi lefordítsa, lefordította, a kezünkbe vett, ja, írógép, hát hogy már írógép, hát nem volt más, írógép, gyönyörű cseh bötükkel kezünkbe vettük, és ezt éreztük, hogy reménytelen. Tehát ebből botrány lesz, élő ember nem tudja közülünk egy cseh szöveget elmondani, mert az halandja. És ekkor jutott eszébe valakinek, hogy összefutott Kerényi György barátunkkal, a Gyuri pedig Lengyelországban tanult egyetemistaként. És megtaláltuk az egyik, már hogy megbeszéltük, hogy melyik kocsmánál találkozunk, és mondtuk a Gyurinak, hogy Gyuri, döntöttünk, te jól beszélsz lengyelül, mert hogy ott tanulsz, ezért te fogod elmondani csehül a szöveget. Mondta, hogy ez jónak tűnik, de higgyük el, azért a lengyel meg a cseh csak a magyar tudás szempontjából van olyan nagyon közel egymáshoz, ez azért úgy nem úgy van, de mondtuk, hogy nem érdekes, még neked a legegyszerűbb a lengyelből eljutnod a csehig, mint nekünk a magyarból a csehig, és ezt elfogadta végül, úgyhogy egy korsósör, néhány sor, egy korsósör, néhány sor, úgyhogy remekül berugott, és nagyszerűen már felolvasni megtanulta a szöveget, na és így érkezett el aztán a nagy nap, 1989
A. Nagyinál aludtunk. Ez csoda volt. Tehát végre ki tudtam nyújtani a lábamat, nem tudom én, 72-80 óra után. Csoda, nagy élmény. Utána jött a börtön, ott is rövidek az ágyak. Úgyhogy ha ez egy nap nem lett volna, akkor tényleg vége egy gyengülésbe halok meg. Kettő. Kimentünk aztán, tudtuk, hogy 17 óra, rutinosak vagyunk, 3 óra tájban már kimentünk a Venceltérre. Elképesztő tömeg, tehát az hihetetlen. Voltam azóta már jó néhányszor karácsonyi vásár, ilyen bódék, olyan bódék, hát semmit. Az, ami ott 89-ben volt, én akkor a tömeget azon a téren soha nem láttam, talán egyszer, hogyha tudom én, újra világbajnokok lesznek ékorongban, akkor lesz majd ekkora tömeg. Csak eljött a pillanat, most itt fontos részleteket kihagyok, de körülbelül újabb másfél órás fejtegetés kezdődne, hogy akkor egy varázsütésre a Farmer Jackim ujjából előkapjuk a molinót, hát ami ugye papír tapéta, és széthúzzuk, és fölemeljük. Na most előkapjuk, ez még rendben volt. A széthúzzuk pillanatában kiderült, hogy a környékünkön álló civil csehszlovák polgárok 86%-a az rendőr, tehát abban a pillanatban, mint a veszett fenevad, vetették rá magukat, amire? A plakátra. Nem az ember számított, a plakát itt nehogy valamilyen transzparenst fölemeljenek. Úgyhogy nem túlzok, hát ez egy 15 méter hosszú tapétacsík volt, arra 25-30 rendőr vetette rá magát, apró csafatokra tépték, és akkor éreztük, hogy nagyon jó volt az ötlet, fantasztikus, amit felírtunk, ez most nem jött be, de jön a beszéd. És akkor a Kerényi Gyurit az én vállamra, meg egy nagyon kedves barátom, elnézést kérek, hogy a vezetőnél hirtelen mit eszembe, Gábor vállára ültettük, semmi baj nem lett volna, fotón is láthatják, tényleg egy 40 centinél nagyobb magasság különbség a Gábor és köztem nem volt. Ami azt jelenti, hogy a vállunk is pont 40 centi távolságra volt köztünk, tehát szegény Kerényi Gyuri, aki egy félelmetesen csinos, lengyel, ilyen csempész árudában vásárolt, zöld Calvin Klein atlétában volt. Szerencse, hogy fekete-fehér fotók vannak csak, mert azt hiszem ez egy picit lerontaná a szabadságküzdelmünknek a komolyságát. Ő ült a vállunkon, de ez valójában egy artista mutatvány, ha Tamás köztünk lenne, Somló Tamás artista képzőt végzett, van neki komoly, már 55 éves kor előtt is volt komoly diplomája, artista végzettségű. Ez egy artista mutatvány volt, hogy 40 centi szintkülönbségű két vállon kellett neki egy fenékkel ottan megülnie. Egyik kezé, és kapaszkodni bennünk nem tudott, mi fogtuk az ő lábát 40 centinyi magasságkülönbséggel. Ő az egyik kezében fogta a papírt, a másik kezével, meg ahogy az ember 50 ezer ember előtt beszél, hát mutogatott, és de fantasztikusan mondta el a beszédet. Utóbb megkérdeztem a börtönben csehektől, és mondták, hogy értették. Tehát higgyük el, ezt ők értették. Nem állítják, hogy cseh nyelvvizsgán ötös kapott volna, de hogy abszolút az első mondattól az utolsóig a beszéd, minden gondolata, sora érthető volt. És az már közben, mert ő nyilvánvaló a szöveg analizálásával, elmondásával és az életének a megmentésével volt elfoglalva, hogy ez egy 2 méter magasból ne essen le a vállunkról. Tehát ő ezt annyira nem nézte, de mi egyre inkább Cserna Gábor, eszembe jutott, elnézést kérek, a válltársam, tényleg vált válnak vetve álltunk ott egymás mellett, és az lett a gyanús számunkra, hogy ilyen koncentrikus körökben a tüntetők egymással összekapaszkodnak a karjukkal, és olyan szorosan állnak egymás mellett, meg egymás mögött, hogy nem értettem, hogy ez micsoda. Hát mert megint a naivitásunk, ők pontosan tudták, hogy ahol ez a beszéd elhangzik, az ahhoz a ponthoz képest legközelebbi pontokról, azok, akik széttépték a plakátot, meg akik nem tépték szét,
egyenruhás, meg nem egyenruhás rendőrök jönnek oda, hogy elcsípjék azokat a gazokat, akik beszédet, ellenzéki beszédet tartanak a Vencel téren, úgyhogy ők azért kapaszkodtak össze, hogy ezzel védjenek minket. És ez sikerült is, tehát azt képzeljék el, hogy azért a tömeg éjenzett bizonyos sorok után, mint egy beszéd, akkor utána a rendőrautókból elkezdtek hangosan üvölteni, hogy mindenféle hangosítás nélkül beszéltünk, hogy ezt elnyomják, akkor a tömeg őket lehurrogta. Tehát ez majd 10-15 percén keresztül tartott, szegény Gyuri, meddig kell tud kapaszkodni a vállunkon, ez az egész beszédmondás. Egy szó mint száz, ezt a 15 percet a szerintem 10-15 koncentrikus környi minket védő prágai tüntető megmentett minket. Végig tudtuk mondani. És utána, ahogy leszálltunk, ott, ugye van az a pillanat, amikor az ember mindent ért azon a nyelven, amin egy szót se beszél. De van az, ez biztos önök is átélték, hogy van az, a tökéletesen pontosan le tudod fordítani, ha kínaiul, japánul, portugálul szólnak, és egy mukkot nem beszélsz, ott pontosan értettük, hogy azt mondják, hogy amilyen gyorsan lehet, innen mi szaladjunk el, és minden, ami alapján minket fel lehet ismerni, azt vegyük le. Ez leginkább a Gyuri esetében volt kockázatos, amint említettem, egy rikító zöld Calvin Kleines atléta volt rajta, ami fogalmazunk úgy, hogy nagy számban nem fordult elő a prágai tüntetőkön, tehát azt még nem Pozsonyból is viszonylag jól lehetett látni, úgyhogy nem elviccelődve ezt a dolgot, rá 3 percre ő volt az első, akit aztán elcsíptek a rendőrök, civil ruhás rendőrök. Tényleg volt egy olyan pillanat, mint a kaukázusi krétakör kulcsjelenete, két anya fogja a gyereket, hogy fogta két-három rendőr az egyik karját, mi fogtuk a másik karját, és rángattuk, és azt éreztük, hogy ezt nem tudjuk megnyerni, ezt a meccset. Pesti Laci barátunkat elcsípték, az egyébként, hogy tényleg nem zsupoltak be minket több évre, az annak volt köszönhető, hogy utolsó lélek jelenlétében, mikor már rendőrök a karját fogják, a nyakát fogják, a kezében lévő kamerát eldobta, és a barátnőjének, Mécs Móninak 6-8 méter távolságba odadobta a kamerát. Azon a kamerán minden felvétel megvolt, hogy előző este hogyan gondolkodunk a beszédről, hogyan írjuk. Ezt egyébként lehetett az azt követő napok híradóiban is itthon látni. Engem meg úgy kaptak el, hogy aztán a rendőrök közepes erőszakkal kezdték a Vencel szoborral ellentétes végén kiszorítani a tömeget a Vencel térről, és a Vencel térről azon az útvonal, ahogy kiszorították, egy utcán balra kellett fordulni, így viszonylag széles utcáról egy szűkebb utcába, aztán egy másik széles utcába, ahol hol máshol, mint a szovjet kultúra háza előtt, állt egy Ikarusz busz a már őrizetbe vett emberekkel. Ott ültek szépen az Ikarusz buszban megbilincselve az emberek, és a tömeg az pedig ment a úttesten, meg a járdán. És én a járdán sétáltam két-három másik társammal, odaértünk a busz mellé, és abban a pillanatban a busz első ajtójánál álló két civilruhás rendőr az én szemembe nézett, én a két civilruhás rendőr szemébe néztem, és abban a pillanatban mind a hároman rögzítettük, hogy én pontosan emlékszem, hogy ők azok, akik rángatták a Gyurit, ők pedig pontosan emlékeztek, hogy én voltam az, aki rángattam a Gyurit. Ebben a pillanatban egy merész Robinsonáddal a köztük és köztem lévő 5-6 embert odébb dobták, rám vetették magukat, ott szépen letepertek, egy kicsit elagyabugyáltak, aztán kéz hátra csavar, bilincs és föl a buszra. Tehát azt tudom mondani, hogy az életben nincsenek véletlenek, hol tartóztatják le az embert Prágában? Hát a szovjet kultúraház előtt. Persze, mégse máshol, és akkor 9 nap börtön, nem nagy ügy, most tényleg
volt az ember egy kétszer-két méteres, ez nem vicc, mert a cellatársaimat megkérdeztem, egy kétszer-két méteres cellába, rajtam kívül másik három cseh vagy szlovák ember, akik közül egyébként a leghamarabb szabaduló, már 11 év múlva, 89-ről beszélek, szabadult volna, mindegyik díjbirkózó, feketeöves bűnöző, akik a legnagyobb jogi segítséget adták, mert a csehül nekem átadott vádirat, vagy igen, már vádirat volt, bocsánat, mert akkor ugye már, hogy bíróság elé állítanak, elolvasták, nézegették, mutatták egymásnak, szót váltottak el, és odaadták, és azt mondták, hogy maximum másfél év. Mondták, a 11 év szempontjából ez semmi. Az én szempontomból, aki nem erre készültem, hogy akkor egy maximum másfél év, 8. hónapos terhes volt első gyermekünkkel a feleségem. Ugye tulajdonképpen az azt követő napok azok mind azzal teltek, hogy nagyon sokszor elképzeltem azt a pillanatot, hogy eltelik ez a másfél-két év, végre hazamegyek, kijön a lakásból egy két éves gyerek, és azt mondom, hogy szerbusz kisfiam, én vagyok az apukád. Ez a két év, ez úgy telt el, hogy nem sikerült találkoznunk, de aztán hála az égnek, nem ez következett be. És amikor hazaértetek, akkor ugye a híradó tele volt azokkal a képekkel, ahogy ott üdvivalgás fogadott benneteket, mint valami futballvilágbajnokság legalább ezüstérmeseit. Tehát, hogy... Ezt mi nem... Az egészben az volt a döbbenetes, hogy a magyar nagykövetség vezetői, nagykövet úr nem volt ott, de a vezetői azok elérték azt, hogy a tárgyalás végén, ami mindegy nagyon izgalmas körülmények, végül nem kellett még ott maradnunk, a fellebezés elbírás végig kiutasítottak, ez jogerőre is emelkedett, és akkor két órát várakoztatták a prágai repülőtéren a menetrend szerinti malév járatot, mert még a tárgyalóteremből vissza kellett vinni minket a börtönbe, börtönben kaptuk a civil ruhánkat vissza a repülőtérre. Akkor éreztük, hogy azért lesz ebből valami, hogy a tárgyalóteremet elhagyva az volt az első alkalom 9 nap után, hogy a börtöncellán kívül bilincs nélkül voltunk. Mert a börtöncellán kívül, hát minket úgy vittek, tehát én nem tudom mit tenni, ilyen mindenféle szerb tömeggyilkosokat, akiket vittek ilyen tárgyalásokra, tehát kézbilincs, lábbilincs, póráz, tehát így vittek minket, annak rendes módja szerint, mint kiemeltem veszélyes bűnözőket a tárgyalóterembe. És akkor a repülőgépen a stewardessek mesélték el, semmiről nem tudtunk, hogy 9 nap óta csak rólunk, ez túlzás, de hogy reggel, délben, este Kossuth Rádió, híradó velünk kezdődik, az egész ország izgatottan várja, hogy Kerényivel és Dajcsal, Dajcsal és Kerényivel mi lesz. Úgyhogy nem, tényleg Prága-Budapest repülőút, ez nem sok, egy óra, nem tudtuk felfogni. És mondták, hogy sokan lesznek itt kint a repülőtéren. Hát sokan, ki a család, tesóm, anyám, apám, feleségem, 10-20-an. Kinyílik az ajtó, hogy ez a foncsoroz az üveg? És ott áll 200 ember. És a Rockember Zoli barátom pedig mutogatja azt a kressztáblát, amin ugye ez a veszélyt jelző tábla, amikor a marha van rajta. És emlékszem rá ott a nagy ölelgetésbe, egy 10 perc múlva odajutok hozzá, és kezdem, hogy Rocky, hogy mi bajod van? Hogy miért hozta ez a táblát? És akkor derült ki, hogy azért, mert a Milos Jakes nevű kommunista főtitkár az azt mondta, hogy ezek a fideszesek, ezek olyanok, mint a megvadult bikaborjú, ha vöröset látnak, akkor támadnak. Tehát ő ezt azért hozta, hogy a bika prágai bikaborjúaknak. Én azt láttam, hogy a Rockember kijön késő este a repülőtér, és hoz egy kressztáblát. Hát mondom, itt van nagyon súlyos, ragályos kór történt. Tehát nagyjából tényleg olyan, mintha egy másik bolygóról érkeztünk volna vissza, így szépen lassan kellett elmondani. Apám minden nap félrakta az összes újságot, tehát én ott még éjjel átlapoztam az összes Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, azt a 9-10 napnyi újságot, hogy hát mi minden történt, hogy azt a macskarú, fotó van rólunk újságban. Hát mondom, ez teljesen hihetetlen. És a legbájosabb történet ebből szempontból az volt, hogy utána rá két napra a Deák téren elmentünk a feleségemmel fagyizni, és
Fagyit rendeltünk, veszem elő a pénzt, hogy kifizessem, és mondja, hogy Á, Tamás, tőled nem. Hát mondom, nem. Ne, tényleg, hát nagyon köszönjük. És a fagyis nem hagyta, hogy fizessek. És utána volt néha, hogy taxis nem hagyta, hogy fizessek. Úgyhogy de kár, hogy elmúlt az idő, és akkor hagynak, hogy fizessek. Megható ezt a történetet, volt. Ezt a megható történetet követi aztán egy egészen nagy korszak. 19 éven át Tamás a Magyarország gyűlés képviselője. Amikor 90-ben bejutottatok az első szabadon választott parlamentbe, akkor talán korjegyző voltál? Így van, így van. Tehát ő volt a legfiatalabb parlamenti képviselő, vagy az egyik. Második legfiatalabb. Második legfiatalabb. Vatfeller volt a legfiatalabb. Ők ketten második, voltak igen. A korjegyzők. És ehhez képest... 94-ben is még a négy között voltam. Azt én kétszer voltam korjegyző. 90-ben és 94-ben is a négy legfiatalabb képviselő között voltam. És érdekes mondom, 94-ben is a második legfiatalabb voltam. A legfiatalabb akkor Botka László volt. Régi barátságunk azóta tart, mert a 94-es alakülés előkészítése volt. És akkor... főtitkár szobájában megbeszéltük, hogy akkor mik ezek a ceremoniális kötelezettségeink. Hároman voltunk akkor is fideszesek, legfiatalabb, de a legfiatalabb a Botka volt. És akkor mondtuk ott neki, hát ilyen, hogy mondjam, nem smúzolva, de hát normálisan, hogy tehát László, hát az a helyzet, hogy hát tényleg ez a szerencse történt, hogy akkor mi újra, vagy én újra korjegyző lehettem, és hát az a fantasztikus szerencse mosolygott lám 1990-ben, ami tényleg kebeldagasztó érzés, hogy én olvashattam elő akkor ebben a történelmi alakülésen a képviselői esküt, hogy hát itt minden négyünknek van dolga, de hát én azt szeretném, hogyha most 94-ben is én lehetnék. Ez. Mire mondta, hogy arról szó sem lehet. Az a legfontosabb dolog, az MSZP nyerte meg a választást, ő fogja olvasni az esküt. No, azóta nagyon szeretem Botka Lászlót, aki egy mufurc tapló volt már akkor is, és a kora az változott, a mufurc taplósága egyáltalán nem. Úgyhogy ez a nagyon kedves élmény nyitotta meg a évtizedes személyes ismerettségünket. A 19 éves magyar parlamenti szolgálatodban mi az, ami neked a szívedhez a legközelebb állt, és egy mondattal miért? Tehát ugye voltál bizottságok elnöke, voltál vizsgáló bizottság elnök, voltál parlamenti, a Magyarország is alelnöke is 2004-től 6-ig. Igen. Ez egy másik szoba lesz majd a Dajs Tamás Emlékházban, ez a munkássága, itt élt és alkotott. És természetesen parlamenti funkcióid mellett ugye a kormányzati feladatok köréből a legmagasabb szintre jutottál, hiszen az ifjúság és sportminiszteri tisztséget 99-től 2002-ig töltötted be. Tehát kormányzati és parlamenti országvezetői feladatköreidből abban a 19 évben, amíg az itthoni politika vezetésében vettél részt, melyik volt a legkedvesebb és miért? A legkedvesebb pillanat az minden olyan nap volt, amikor az ember belépett az országgyűlés épületébe. Az nem igaz, hogy képviselőként voltam először, de már így ellenzéki kerekasztal tárgyalások, tehát 89 ben voltam először a parlament épületében. Nem akarok oktalanul kommunistázni, mert ahhoz képest, amilyen lepusztult állapotban volt, úgy általában 90-ben az ország, és annak is különösen a komoly, szimbolikus jelentőséggel bíró középületei, még a parlament úgy, ahogy kinézett 90-ben. Tehát akkor is az a varázslatos, az a leírhatatlan ereje, gyönyörűsége, ami áradt a falakból, az a látvány. 90 óta úgy vagyok, hogy bármi, tehát lehet nagyon rossz kedve az embernek, mert a munkájával kapcsolatos,
mert a személyes életével kapcsolatos, mert rossz az idő, mert nem tudott parkolni. Szóval valamilyen életbevágóan fontos dolgok miatt rossz a kedved. Parlament épületében az a pillanat, amikor az apámtól tanultam, ő a várost illetően, mondta Budapestet illetően, hogy soha ne úgy sétálj az utcán, hogy nézett szemmagasságban, hogy olyan néz ki a házak, hanem mindig fel kell emelni az embernek a tekintetét, mert Budapest az 5-6-8 métertől fölfele még szebb, mint a látóhatáron. Ezt próbálják egyszer villamos, ahogy autóval mennek, és nézzék a házaknak a tetejét, hogy milyen gyönyörűek a tetőszerkezetek, milyen gyönyörű díszesek az épületek, kis utcában, nagy utcában. A parlamenttel ugyanez a helyzet. Az ember nem az, amit néz, mert rád nézek, összefutunk, hát persze, hogy megállunk, és nem csak amit mögötted látok, hanem hát fantasztikus belmagasság sok helyen. Tehát tényleg, az a minden egyes négyzetcentiméterében végig gondolt, fantasztikus műgonddal elkészített épület, minden egyes négyzetcentiméterének van üzenete, vagy az összes szakmát, az összes hivatást, az ország összes térségét, igen, a nagy Magyarország, a Magyar Királyság összes térségét hogy idézi meg, a magyar történelmet sikereivel, kudarcaival hogy idézi meg az épület. Tehát az egészen fontos. Azt kell mondanom, ha én közepesen rossz kedvűen kiléptem a fél emelet 64-ből a frakcióirodából, és mire felértem az ülésterembe, mert vagy lifttel, vagy végig gyalog mentem, nem lehetett olyan rossz kedve az embernek, hogy már ott ne lenne jó kedve. És az ülésteremben is ugyanezett. Tehát ehhez képest persze csodálatos dolog miniszterként, ugye, miniszter, minisztrál, szolgál, a szolgáló, hát ez a miniszter kifejezés latin eredetű szavának a jelentése, tehát hogy a saját hazámban szabadon választott kormány minisztereként dolgozhattam, fantasztikus a parlament, alelnöke lehettem a saját politikai közösségem frakciójának a frakcióvezető helyettese, bizottsági tagságok, fontos törvények, kevésbé fontos törvények, jó napi rend előtti replikák, azonnali kérdések, jó sajtótájékoztató, tehát a munkájával kapcsolatos élményei az embernek. Ezek mind nagyszerűek, de az, hogy itt ebben az épületben, tényleg minden túlzás nélkül mondom, a világ leggyönyörűbb parlamenti épületébe úgy tud az ember bemenni, hogy ez a munkahelye. Aztán oda került ugye 2000-ben a korona, ami megint azt tudom mondani, hogy az már szinte meg is emelte. Szóval akkor már azért a márvány, vagy igen, nem műkő nincsen, a márvány padlózat fölött jár már 5-10 centivel az ember, hogy jártában, keltében a Szent Korona előtt, mögött sétál el. Úgy azt tudom mondani, hogy higgyék el, a világ legjobb munkahelye. A világ legjobb munkahelye a parlament. Éppen váltottuk egymást, mert 2009 márciusában mehettem be listáról, és te áprilisban a Fidesz listáról bekerültél az Európai Parlamentbe. Tehát 12 éve szolgálsz odakint, és most ugye a legnagyobb magyar delegáció részt a Fidesz csoportot vezeted. Utolsó gondolatként kérdezem meg, hogy hogy állunk? Látjuk és halljuk a híreket, hogy milyen határozatokat fogad el az Európai Parlament, látjuk, hogy milyen kötelezettségszegési eljárásokat folytatnak Magyarország ellen. Világos, hogy van egy globalista és egy szuverenista szembenállás, és mi itt a visegrádi országok, ahogy mondtad, tulajdonképpen, vagy ezt még az interjúban mondtad előtte, tulajdonképpen kormány színezettől függetlenül gyönyörűen összefogtunk, és mi a szuverenista erőt képviseljük markánsan odakint. Az is megesett veled, mint más rekordot is felállító politikussal, hogy te voltál az első európai parlamenter, akiről úgy szavaztak a korábbi frakciódban, hogy megvonják tőled a szót, és hogy ne kerülhessél frakció delegáltként funkcióba. És aztán a szakítás is eljött értelemszerűen az Európai Néppárttal, ami addigra már szükségszerű volt. Hogy érzed a szuverenista gondolat és a mi általunk képviselt értékek, a nemzeti megmaradás és a kontra nemzetek feletti Európa, ez a
globalista elképzelés ma hogy áll ott kint Brüsszelben, és mik az esélyeink, mik a lehetőségeink a közeli jövőre nézve. Az, amit lehet látni, egy icipicit is érdeklődve a közélet, a politika eseményei iránt, nem kell elmélyültnek lenni az embernek, nem kell falnia a híreket. Az a kép, az egy körülbelül 87-szer kedvezőbb képet mutat, mint ami a valóság. És higgyék el, jó híreket fogok mondani, csak a jó hírek azok úgy értelmezhetőek, hogyha tudjuk, hogy mi a valóság. A valóság az az, hogy a baj, amiben Európa van, az, ha már ezt számot mondtam, az 87-szer súlyosabb, mintsem amit a európai mainstream, a fősodorba tartozó politikusoktól hallunk. 12 évvel ezelőtt a világ gazdasági teljesítményének a 24%-át adta az Európai Unió. 12 évvel ezelőtti teljesítményből már vegyük ki az akkori Egyesült Királyság, tehát a briteknek a teljesítményét, hogy az almát az almával hasonlítsuk össze. Ma a 16%-át adjuk a világgazdasági teljesítményének. 24-ből 16. És semmi nem mutat arra, hogy az elkövetkező évtizedben ez a tendencia megfordulna. Vékonyodik, jelentéktelenné kezd válni Európa. Most megkérném önöket, hogy mindenki vegye elő egy pillanatra a nála lévő okostelefonját, és emelje föl az, akinek európai okostelefonja van, akkor egyikük se tudná felemelni. Mert nincs európai okostelefon. Ami az önök, meg az én zsebembe, kezemben van, az vagy amerikai, vagy kínai. És az amerikai és kínai okostelefonokon azt kérném, hogy mindenki nézze meg, hogy a három legtöbbet használt alkalmazása között van-e európai, akkor azt tudom mondani, hogy egy-két embert leszámítva a jelenlévők 99%-a mind olyan alkalmazást mutatna meg, ami vagy amerikai, vagy orosz, vagy kínai. És mi egyébként verjük a mellünket, hogy így Európa, meg úgy Európa. Az Európai Unióból kilépett egy ország, melyik a második legnagyobb lélekszámú volt, ez Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság, amelyik a gazdasági erejét tekintve a második legnagyobb gazdasági teljesítményre képes ország volt a németek mögött, és amelyik az Európai Unió két atomhatalma közül az egyik. Itt van az Európai Unió, aminek egyetlen egy atomhatalma van. Voltam katona, de nem vagyok katona fan, meg nem tüzel föl a háborúskodást, csak azt tudom, hogy katonai erő nélkül megvédeni a biztonságot, megteremteni a biztonságot nem lehet. Nincs önálló európai védőerő. NATO tagok vagyunk, ez teljesen rendben van, de az a helyzet, ha azt mondanánk, hogy nagyon jó, nagy a baj, akkor mi Európa megvédjük magunkat, akkor mindenki a térdét csapkodná a röhögéstől. Európa megvédi magát, hát ne vicceljetek már. Hát ha összerakjuk az összes Európai Uniós tagország haditengerészeti erejét, az nem él fel a japánokéval. Nem Kínát mondtam, a japánokéval, az összes. A német, a spanyol, a francia, az olasz, a portugál, komoly vizek mentén lévő országok, ezek az összes görögöket összerakjuk, ez nem ér föl a japán hadsereg tengeri erejével. Na ez a helyzet. Ez a nagy helyzet. És ebben a helyzetben Európa mai vezetői úgy gondolkodnak, nem egyszerűen a kontinensről, mert az szerintem nem érdekli őket, erről a 27 országot érintő együttműködésről, mint hogyha mi lennénk az a csík, amelyik tolja a repülőt. Mi lennénk az a befőt, amelyik elteszi a nagymamát. Így Európa, úgy Európa, amúgy Európa. Az a helyzet, hogy ezen a szövegelésen kívül teljesítmény nincsen mögötte. És ezek után még házon belül pedig hozzákezdtek egy olyan dologhoz, ami megvan már ez az elgondolás, ez az őrült idea 40-50 éve, de a legfontosabb szereplők elképzelésévé az elmúlt 5-10 évben vált. És az elképzelés ez pedig az, hogy Európából az erejének az utolsó fontos elemét is elgyengítve,
takarítsuk már ki mindezt, ami nemzeti, és a nemzeti alatt nem a nacionalistát, a nemzeti büszkeséget mondom, hanem takarítsuk azt ki, hogy ez szétparcellázottan 27 ország, még több nemzet. Ezt felejtsük el, mert ez széttöredezett. Felejtsük el a nemzeti büszkesége, nemzeti versengésre épített európai versenyt a kultúrában, a sportban, a gazdaságban. Ezt felejtsük el. Legyen már egy, majdnem azt mondtam, hogy csúnya szót, akkor egy kasa európai birodalom, amikor Európában birodalom kasa nem volt soha. Nem volt soha. A római birodalom óta itt birodalom kasa, nem, ez nem ment. Mindegyik birodalom azt gondolta, amelyik létrejött, hogy az éppen a saját történelmi korának a nagy bajait majd ő, mint birodalom megoldja, nemhogy nem tudta ezeket a problémákat megoldani, hanem még újabb, korábban elképzelhetetlenül nagy problémákat szült. És újra egy ilyen törekvés. Felejtsük már el, hogy vannak csehek, meg vannak luxemburgiak, vannak spanyolok, meg vannak svédek, legyünk európaiak, legyen európai identitás, legyen egy nagy európai birodalmi állam, itt ezzel történelmi maradékot, valamilyen ami magyar, meg francia állam, ezeket, protektorátus, valami kis tartományocska ott a végén. Na, a helyzet az éppen ezért azt mondom, hogy tragikus. A helyzet az tragikus, ami az európai politika színpadán. Leginkább azért, mert ez a politikailag korrekt gondolkodásmód, ez a dolgok néven nevezésének a lehetőségét is lassan elveszi. Én azt mondtam itt az interjúban, most is ezzel szeretném befejezni, hogy a dolgot csak azért mondtam, mert hihetetlenül optimista vagyok. Tehát azt tudom mondani, hogy ha mi egy olyan helyzetben itt Közép-Európában, amikor Lengyelországban, Csehországban, Csehszlovákiában, Magyarországon és NDK-ban a milliós nagyságrendet meghaladó, megszálló szovjet csapatok állomásoztak. Mindegyik országban összességében a sok százezres nagyságrendet elérő párthadsereg volt felfegyverezve. Ezt munkásőrségnek hívták Magyarországon. Minden létező sajtóorgánum a kommunisták kezében volt. Az erőszakszervezeteket kényük kedvük szerint működtették. És működtették is. Popieluszkót a 80-as években verték agyon, tehát az nem a sötét 50-es években volt, a 80-as években, ismert lengyel katolikus lelkész, aki kiállt a szószéken is a lengyel szabadság mellett, módszeresen agyon verték. Nem bánt, agyon verték, meggyilkolták. És ezekkel, Jaruzelszkivel, Huszákkal, Zsivkovval, Brezsnyevvel, Gorbacsovval, Kádárral, Grósszal, szovjet megszállókkal, teljes hatalmi arzenállal elbírtunk. Hát mit érdekel engem a von der Leyen? Hát mit érdekel engem a Verhofstadt? Hát minisztráns fiúk, meg zsúrba érkező kislánykák. Ezek nem tudják, hogy kivel van dolguk. Nem én vagyok ilyen tökös csávó, nehogy félreértsék. Ezek azt se tudják, hogy merre van az előre. Ezek nem tudják, hogy milyen ereje van Közép-Európában, Közép-Európának, milyen ereje van a közép-európaiaknak, milyen ereje van a Közép-Európából kisarjadó szabadságküzdelmeknek. Azt se tudják, merre van az előre. Tehát azt tudom mondani, hogy hihetetlen reményteli, ami ránk vár. Azt mondtam, és az utolsó mondatom, ha úgy alakul, ha nem, akkor nem az utolsó mondatom, de most a mondandóm végén, hogy 1990-ben azt gondoltuk, hogy na, kivívjuk a szabadságunkat, és szabad magyarokként végre részesei lehetünk az európai együttműködésnek, amiből az 50-es évek óta mi ki voltunk rekesztve, mert itt kommunista megszállás, az volt Európának a szabad része. Szabad Magyarország, Európa jövőnk. Ma az a helyzet, hogy Európa jövője vagyunk mi. Ez változott. 30 éve mi úgy gondoltuk, hogy Európa a mi jövőnk, ma Európa számára mi, közép-európaiak jelentjük a jövőt, és ez egy óriási erő. Ja, a politikai buborékban ezt nem akarják látni. Miért a Grósz Károly ezt akarta látni 89-ben? Hát még a régi Budapest sportcsarnokban munkásőr nagygyűlés tartott, és munkásőr egyenruhában csinált vele a Magyar Televízió riportere interjút, nem akart inni senki a szemének,
A Grósz nem volt abban, és valóban ott arról beszélt, hogy a fehér terror fenyeget. Azt egy csepp vér nélkül elbírtunk velük. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a gyakorlat megvan, ezekkel a mindenféle zavaros birodalmi törekvésekkel, rendelkezőkkel szemben, vagy őket, azt mondom, hogy könnyű csukló mozdulattal, de az eddigi tapasztalatainkkal túl fogunk járni az eszükön. Így legyen, maradjon meg ez a nagy optimizmus, nyilván abban a mély tapasztalat sorban gyökerezve, amivel idejöttél közénk is, és amivel végzel a munkád. Hölgyeim és uraim, egy rendszerváltó volt a ma este vendégünk, aki most kiderült, hogy szentimentális, legalábbis ha belép a Magyar Országház épületébe, akkor meghallottuk, hogy milyen érzésekkel teszi ezt. Örülök, mert ezzel nem egyedül van így. És azt is megtapasztaltuk és érzékeltük ma este, hogy felerősödtek és felértékelődtek napjainkban József Attila Thomas Mannhoz írott szavai, hogy bízhatunk benne, hogy vannak és lesznek Tamáshoz hasonlóan fehérek között európaiak, akik átmentik a jövő számára is a nekünk fontos értékeket. Isten áldjon meg ebben a munkádban. Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.